A Körment volt a mérkőzés toronymagas esélyese, ennek ellenére az első negyedben 10 pontos erőnyt szerzett a vendégcsapat. A folytatásban aztán magára talált a hazai gárda, amely a nagy szünetig nem csak ledolgozta hátrányát, hanem 11 ponttal el is lépett a sokat hibázó nyíregyháziaktól. A harmadik és negyedik 10 percben tovább nőtt a különbség a két csapat között, végül a Körment a papírformát igazolva magabiztosan 34 ponttal megnyerte a találkozót. A Körment jobb erőkből áll, és sokkal tapasztaltabb játékosokból. Várható volt, hogy előbb-utóbb magukhoz tudják ragadni a kezdeményezést, viszont egyértelműen a mi hibáink hozták fel őket, és nem kellett volna, hogy ekkora különbséggel kapjunk ki. Úgy gondolom, hogy ha tartjuk azt a megbeszélt és megfontolt játékot, amit az első negyedben nyújtottunk, akkor egy szoros mérkőzést tudtunk volna játszani, amiben bármi benne lehetett volna, de úgy gondolom, hogy nem mindegy, és az is szép eredmény lett volna, hogyha néhány pontos vereséget tudunk szenvedni. A forduló további eredményei: Jászberény Sopron 79-100, Zalaegerszeg Szeged 76-66, Mafsz Szombathely 89-90, Kaposvár Szolnok hosszabbítás után 82-86, Kecskemét atomerőműese 79-68 és Albafehérvár Pécs 91-72. A nyolcadik fordulóban a Marsónyíregyháza Kecskemétet fogadja. Nagyon kellemetlen a Kecskemét, és összességében, ha megnézzük a játékos állományt, akkor nem sok minden cserélődött a tavalyi évhez képest, és tavaly ők ugye döntőt játszottak. Viszont van egy különbség, Stojan Ivkovics nem ül a kispadon, és úgy gondolom, hogy Stojan nagyon erős kezű és befolyásos edző. Remélem, hogy ez a hiány ez mutatkozni fog a játékukban. Eléggé felemás képet mutatnak, ugye most meg tudták verni a Paks Gárdáját, előtte csak egy mérkőzést nyertek. Mindent összevetve úgy gondolom, hogy akkor sem lehet más célunk, mint a hazai győzelem, amit meg is kell tudnunk oldani. A tabella élén a Körmend áll 6 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Szombathelyt. A Marsónyíregyháza 2-5-ös mutatóval a 11. helyen várja a Kecskemét vasárnapi vendégjátékát.